felmerült itt bennem. Többek között egyébként Teperves Károly bizottsági tagnak a bizottságon elhangzottak. Vettek fel bennem kérdéseket, és ezek a kérdések elsősorban, hogy tényleg egy pályázó kifejezett kérés ellenére hogy szivárghatott ki a pályázata, ami aztán részben oda vezetett, hogy a bizottság nem is bírálta érdemben az egész pályázatot. Az, hogy kiszivárgott ez a pályázat, vajon e következtében megzsarolták, megfélemlítették a pályázót azért, hogy visszavonja esetlegesen a pályázatát? Igen, az semmiképp sem egy jó versenyhelyzetet teremt. Ha ez így van egyébként, a jelenlegi színházigazgató tudhatott ezekről. Nekem az egészről ezek kérdések, és én választ nem várok. Lényegetett meg téged. Igen, ezek sok apró lépés. Az, hogy így fenyegetett, ez egy erős megfogalmazás. Hát ezt halljuk két hete. Elindult egy terelgetés. Elindult egy egyre erősödő, egyre sodróbb, egyre szélesebb terelgetés. De akkor nem fenyegetett meg senki? Így direkt nem fenyegetett meg senki. Indirekt módon megfenyegettek? Én ezt soha nem is mondtam, hogy engem megfenyegettek. Hogy... De ki fenyegette meg őket? Muszáj értenünk a helyzetet, nem hogy értsük az egész problémát. Nem fogom elmondani. Azért sem fogom elmondani, mert gondolj... De tudod, hogy ki az, aki megfenyegette őket? Mindenki tudja. Nevesíteni is tudod. Igen, tudom. Sőt, azt is tudom nevesíteni, aki az Ivettet. Bozsik Ivett. Igen, Bozsik Ivettet. És azt is, annak a nevét nem tudom, de aki a Gárdos Peti irányába lépett, azt is tudom. De ez már mind későbbi fejlemény. Bozsik Ivett is lett volna, az visszalépett a pályázó. De miért lépett vissza? Ezek szerint lehet, hogy azért lépett vissza, nem tudom. Ugye ő nem szólal meg igazából, ezt se értem. Hát miért? Mert két gyereke van, akik színészek. És mitől fél? Mitől? Úristen, mitől? Mitől? Én... Úristen, mitől? Ráadásul a két gyerek együtt játszik a katonában. Akkor egy picit álljunk meg a színházi életben. Ilyen a légkör? Ilyen a hangulat? Miért? Az országban nem ilyen? Ilyen fenyegetettségben dolgoznak apák és gyermekeik a színházban? Hát nem, tudnék mondani egy-kettőt. Peres Kerül azt mondta, hogy félniük kell az embereknek a szakmában a gyerekeik miatt. Neked a gyermekeit színészek. Emiatt lépsz vissza? Nem. Egyáltalán nem. Én megbeszéltem velük ezt, mielőtt beadtam a pályázatomat. Egyikük azt mondta, hogy nem, nyugodtan csináld, én csak akkor fogok szorongani, hogyha te ócska színházat fogsz csinálni. Tehát nem, szó nincs róla, mind a két gyerekem jól érzi magát a pályán, szeretik őket a pályán, tehát szó nincs erről. Mondtál ilyet, hogy talán hogy elvette a politika az eszembe? Feltehetőleg mondtam ilyet.